Tehát én azt gondolom, hogy itt én ez egy fals, direkt kisiklatott pályának tartom ezt a zsidó kérdést, hisz említetted az Igazság soha nem késő című filmemet, amiben Simon Wiesenthal a következőt mondja. Zétényi Zsolt látogatott el az MTV a híradó stábjával Bécsbe, és a következőt mondja szó szerint Wiesenthal úr, ugye hát mindenki tudja, hogy kiről van szó, hogy amennyiben érvényben marad az elévülési törvény, akkor a Magyarország ellenségei azt csinálnak, amit akarnak. Mondja a zsidó történész, aki egyébként a Holokauszt Intézet igazgatója Bécsben. Akkor az most antiszemitizmus? Tehát ha egy zsidó történész, magyar származású történész, Vermes Gábor megjelenteti egyébként a Század vég, ami nem egy konzervatív kiadó volt, és abból idézek, szó szerint bejátszom, beszkenneltem, szó szerint idézek, akkor ez antiszemitizmus? Mindenki válaszoljon rá. Én nem válaszolok, mert az én válaszom ott van a filmben. Van még egy példám, háború a nemzet ellen. Háború a nemzet ellen, nemzeti vagyon elrablása. Azt a 90-es évek fordulását én azt gyarmattartó váltásnak tartom, nem rendszerváltásnak. Ezt minden nyilvános fórumon még a televízióban is elmondtam. Ebben a filmben idézem Simon Perez urat, aki New Yorkban egy szállodában a következőt mondja el. Felvásároltuk Lengyelországot és Magyarországot. Mondja az izraeli elnök. Akkor ez antiszemitizmus? Ha én ezt szó szerint idézem és bevágom a filmbe. Úgyhogy szerintem én válaszoltam a föltett kérdésre, és megkérdezem tisztelt barátaimat és szakértőket, hogy ők is válaszoljanak. Mi az antiszemitizmus, vagy mi az zsidózás? Tisztelt alelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, így érthető-e, amit mondok? Ahogy ez még hallható-e, amit mondok? Köszönöm. Nem gondoltam, hogy most mindjárt az elején felszólalok. Az a helyzet, hogy amit én az antiszemitizmus témájában mondok, az már a lélegzetvételtől fogva hivatalosan antiszemita. Ezt nem véletlenül mondom, hagyj hallgassák meg, mert a múltkor kaptam egy e-mailt a Szakács Árpától, aki megszerezte az Egyesült Államok kormányának ez évi, tehát 2021. évi ország jelentését, amiben én benne vagyok, mint közismert nemzetközi antiszemita. Most ezen én őszintén meglepődtem, mert bár az összes könyvemben, a szabadkönyves könyveimben, ott ugye hát ugye 100 szabadkönyvesből 75 izraelita volt, tehát mit írjak? Mutymurut? Vagy mixát? Vagy mit írjak? Tehát a helyzet az, hogy még itt el kell mondjam azt, hogy a Jelenszky István filmrendező barátom filmje kapcsán szerepelt volna három idézőjelben jobboldali történész. Már nem a Popé Gyula professzor, meg én, mert csak kettő, hanem három másik ember. Vizi László Tamás, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főigazgató helyettese, Anka László, azt hiszem a Veritas Intézet egyik vezető munkatársa, meg a harmadik, ja, Gulyás László, szegedi professzor, egykori hallgató volt még a Szeged Egyetemen, aki aztán később botrányos óra tartása miatt el kellett bocsátani, bár a honlapon még most rögt. Na most ők elmondták a filmben, amit elmondták, és akkor megnézték, akkor utána nekik ez nem tetszett a film összeállítás. Alapvetően a vádak egyik az antiszemitizmus, a másik pedig hogy a szabadkönyvesek túl sokszor szerepelnek. Hát szerintem nem antiszemita a film, és nem szerepelnek túl sokszor a szabadkönyvesek. Éppen ellenkezőleg én úgy látom, hogy a filmrendező úr teljesen arányosan, megfelelő magyar történelem szemlélettel
adagolta nem az antiszemitizmust, hanem az, tehát nehogy félreértésre, én azért pontosítom a megfogalmazásomat, tehát olyan nincsen, tehát a történelemben abban minden beletartunk. Olyan nincsen, hogy bizonyos vallásról, bizonyos etnikumról, itt akármiről nem lehet beszélni, csak minden másról. Én ugye most tartok már vagy 25 éve a Vekerle Sándor üzleti főiskolán angol gazdaság történetet tartok, hát mit mondjak, angol ipari forradalom és előtörténet, utótörténet, a világ legunalmasabb disziplinája, de ha kihagyom belőle a textilipart, akkor a levegőben lóg az egész. Mert a brit textilipar szövés, vonás, szűk kereszt, metszet, új találmányok, csak ha ezt kihagyom, akkor nincs értelme az egésznek. Hogy tudok én a szabadkülönségről nyilatkozni, de itt ül mellettem Popéli professzor, aki szintén nyilatkozik, ugye Masaryk Benes kapcsán, mondod a filmben szintén, tehát nem csak, tehát többen is beszélünk, hogy tudok én úgy nyilatkozni a belső fölforgató erő hatásairól, hogyha nem mondom el azt, hogy a belső fölforgató erők azok de facto ténylegesen kik voltak. Nem mondhatom Jászi Oszkár mutymurutty, mit tudom én, Samueli Tibor mutymurutty, ugye Mikszártnak a kifejezése, hogy az angliusok mutymurutyot tesznek, a tengergyümölcséről van szó, mindegy. Tehát ez az egész antiszemitizmus, ez összefügg nagyon sok minden, most én nem szeretnék a mostani kormány külpolitikai tevékenységéről nyilatkozni, az ukrán ügyekkel egyetértek, de a szlovák, magyar és az Izrael állam és magyar külpolitikai tevékenység kapcsán nem értek egyet. Na most, hogyha ez antiszemitizmus, akkor nagyon sajnálom, szerintem ez nem ez véleménynyilvánítás. De erről most többet nem akarok mondani, István folytasd, vagy Gyula, ha gondolja. Ernő barátunk úgy elmondott mindent ezzel kapcsolatban, hogy ezt már fogozni úgy gondolom, hogy fölösleges volna. Inkább hallgassuk a filmnek a letiltásával kapcsolatos ismereteinket, fokozzuk ezzel, mert ez lesz az érdekes, hogy hogyan alakult és miért alakult, és ezt kell megpróbálni megfejteni valahogyan, hogy hol van a kutya elásva ezen a téren. Úgy gondolom, hogy itt a film producere még szolgálhat néhány érdekes adattal, amelyik valamennyiünket fogja érdekelni. Igen, hát Ernőt, ha megengeded, egy lábjegyzettel, jó, most a mikrofon tartással kiegészíteném, ugyanis a három emberből ketten csak az első kettőt nézték meg. Tehát az első kettő után alkottak véleményet a teljes filmről. Most megkérdezem én, hogy milyen történész az ilyen? Milyen történész az ilyen? Valószínűleg, ha ír egy monográfiát, azt a monográfiát is ilyen szemlélettel és ilyen hozzáállással írja meg, hogy az életnek csak az általam kiválasztott szakaszát elemzem és mutatom be, a másikat már nem, mert nem, nincs rá időm. Summa summarum, ez a három ember gyakorlatilag ebből kettő feljelentett a Magyarságkutató Intézet igazgatójánál. Ezekkel a vádakkal, amikkel itt Ernő említett. És arról volt szó, hogy ez az intézet a filmet nem támogatta, a befejezést akarta támogatni. Azt is Rafai Ernő hosszas utánajárása után gyakorlatilag 4 millió forinttal akarta támogatni a filmet, és miután a Magyarságkutató munkatársai közül kettő benne volt ebben a hármas történészi gárdába, így úgy gondolták, hogy rajtuk keresztül beleszólhatnak abba, hogy a Jelenszky István milyen vágóképet használhat, mikor és hogyan. Hát nem tudják, hogy ki az, hogy Jelenszky István, mert velem ilyen egyébként az elmúlt 45 évben, amióta én filmet készítek, senki nem merte ezt megtenni. Egyszer volt erre példa, de nem vagyok felhatalmazva, de az életveszély volt, és megtettem. Tehát életveszélyesen megfenyegettek egy embert, aki a Háború a nemzet ellen című filmben mondta azt, amit mondott. Olyannyira, hogy akkor már három gyermeke volt, hogy mind a három gyermekét, mind a feleségét megölik.
Igen, ez 2009. Az ő kérésére egy mondatot kivettem a Háború Nemzet Ellen című filmemből. Úgyhogy én visszafizettem ezt a 3,2 millió forintot, amit átutaltak. Szerintem az egyetlen magyar filmrendező vagyok, aki állami támogatást visszafizet. Megkerestem egy ügyvédet, és azt a szerződést, amit korábban aláírtam, kértem, hogy írj egy olyan szerződést, ami kölcsönös megegyezéssel felbontja ezt a megállapodást. Természetesen az ügyvédi honoráraimat kifizettem. Nem azért, mert ilyen gazdag vagyok, hanem azért, mert ezt így kell. És három hónapot jelentett azt, hogy átvágjam a filmet. Hiszen egy kész filmet tekintettek meg ezek az általam most nem minősítem ilyen emberek, mert hogy felveszik a videót, és lehet, hogy be fognak perelni. Tehát ezek az emberek plusz három hónapi munkát adtak nekem, és tulajdonképpen meg kell köszönnöm nekik, mert sokkal erősebb a film. Miután kivágtam őket. Egy kocka sincs benne, egyiktől sem. Csak hogy hát ez azért azt jelentette, hogy három hónapi munkát pluszban kellett nekem betenni ebbe a filmbe. És hát én nem kívánom senkinek, de hogy 5 éven keresztül fölmenjen a keresztre, és lejöjjön, és megint fölmenjen, mert ez a Trianon a magyarság keresztre feszítése. Ez egészen bizonyos, és ez egyébként most is tart. Szóval azért az nem kevés egészségi, lelki és egyéb fájdalmakkal, sőt betegségekkel is jár. Úgyhogy nyilván majd még egy sor dolgot el tudok mondani a film keletkezési történetében, de az tény, hogy három hónap alatt újra vágtam a 4 részes filmet. Nem tudom, hogy a szakmában van-e valaki, aki ilyet meg tudott volna tenni. És gyakorlatilag jött az általam biológiai háborúnak tartott pandémia, és akkor már a meghirdetett vetítésből már nem lett csak házi vetítés. Tehát az Uránia mindvégig a film mellett állt, nem először és nem utoljára vetíti szerintem. Házi mozi rendszerben, decemberben volt bemutatója, akkor azt kell mondjam, hogy telt ház, hisz mind a két vetítésre 430-on vettek jegyet. Volt egy februári vetítés is, és volt egy díszbemutató január 3-án és 4-én, június 3-án és 4-én, és az természetesen majdnem telt ház volt, akkor már a pandémia hatása nem akadályozta meg, hogy személyesen is megtekintsék a filmet. Mondanom se kell, hogy azért ez a film az Uránia nagy vásznán, Full HD-ban egészen más hatású, mint videón vagy televízió képernyőn. Ezért is javasoltam elődéknek azt a lehetőséget, hogy ne itt vetítsünk, hanem olyan minőségben vetítsünk, hogy tudják megnézni a tisztelt hallgatóság. Van ülők, hogy ahogy az elkészült, tehát abban a professzionális minőségben. Én azt gondolom, hogy én eleget beszéltem, én átadnám a nyílt levélt, hogyha felolvasnád. A nyílt levél úgy született, hogy ugye én levelezésben álltam Bán Jánossal. Hangsúlyozom, én nem őt teszem felelőssé ebben az ügyben, sőt szeretném kimenteni, mert szerintem egészen biztos, hogy még egyszer ismétlem, nem rajta múlott a dolog. És hát kértem, hogy nevezze meg, hogy kitiltotta le, és hát erre a levélre nem kaptam választ, úgyhogy ezért a nyílt levelet először neki fogalmaztam meg, és ha az Ernő megengedi, akkor megtartanám az idősorrendet, mert először én írtam meg, és küldtem el Bán Jánosnak, aztán Ernő írt egy levelet szintén a televízió vezérigazgatójának. Tehát nyílt levél az MTV, a Közszolgálati Televízió vezérigazgatójának. Neve van film címe, a sorozat címek. Idézőjelben, a jelenlegi túlhiszterizált közegben nem lenne szerencsés a változatlan formában történő vetítése. Az én levelem szó szerint idézem. Nagyon sajnálom, hogy akik döntöttek, kik döntöttek, nem látnak túl,
a kívülről belülről tudatosan hergelt politikai hisztérián. A film egyik méltán megbecsült szakértője leírta és mondta, Bagdi Emőkéről van szó, hogy a filmem nemzettudat formáló film. Lehet, hogy éppen ezért nem kell a filmem, nehogy nemzeti öntudatra ébredjenek mindazok, akiknek még van tudata. Ez a filmem is a többihez hasonlóan a magyarság öntudatának, lelki erejének és megmaradásának üzenetrendszerét hordozza. Történelmi áttekintésben rajzolja meg a magyarság megmaradásának hitét, erejét, lett légyen bármilyen nehéz és kilátástalan a mindenkori történelmi helyzet. Ezt mutatja fel a magyarság eredetétől egészen az első és második világháború közti időszakig, amely meghozta a magyarság megmaradását, feltámadását. A negyedik rész címe Magyar Feltámadás. Isten az igaz ügyet nem hagyja el. Rákóczi fejedelmünk zászlaján lobogó jelmondat. Ez a lobogó hit hatja át a magyarság küzdelmeit évszázadokon át a mai napig. És hangsúlyozom, teszi egy lelkileg elérhető, az elérhető idézőjelbe, távolságban a megoldás lehetőségét. Teleki Pál gondolatai a negyedik részből. A Szent Istváni Állameszme két hagyománynak, a lélek két tartalmának, a magyarnak és a kereszténynek egységesítése. E gondolatnak köszönhető, hogy a magyar magyar maradt, nem csak államiságának egészében, hanem részleteiben, az állam szervezetének kiépítésében is. Teleki Pál idézet befejezve. Mi ez, ha nem pozitív megmaradás sugárzó, a jövőre nézve megerősítő üzenetrendszer? Ilyen a nemzeti öntudatot felismerő, megerősítő tudást, lelki erőt adhat a film mindenki számára, aki csak megnézi, a szavazókról nem is szólva. Akik úgy döntöttek, hogy a jelenlegi túlhiszterizált közegben nem vetítik le a filmemet, azok arról döntöttek, hogy a Kárpát-haza társadalma ne tudja meg Trianon gyalázatának igaz történetét és azt a megtartó hitet, cselekvő élni akarást, amit jelentett a magyar feltámadás. Ezzel a döntésükkel a nemzet azon részét fosztják meg, akik még képesek nemzetben, magyarságban gondolkodni, érezni és cselekvő tetteikkel azt bizonyítani. Ezt nem venni észre, az nem más, mint a kívülről, belülről jól előkészített ködrendszerben elveszíteni az éleslátást. Sajnálom, hogy nem távlatokban gondolkoztak és döntöttek, Jelenc István filmrendező, Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Tehát ezt a magyar nemzet és a magyar hírlap nem hozta le. Kérdezem, mi ebben a dologban van, ami nem hozható le? Mi? Kérem, válaszoljanak rá. A mai napig nem kaptam rá választ, és akkor megkérem Ernőt, hogy ha nem terhes számára, akkor saját nyílt levelét olvassa fel. Az öncenzúra, amikor öncenzúra volt, és meggondoltuk százszor is, hogy így hallhatok? Igen. Jó. Hogy miket írunk. És egyszerűen az történik, hogy tudomásunkra jutott egy levél részlet, amit az MTVA-ból, ahonnan felügyelik a kormány, tehát a közszolgálati televízió csatornákat, azt írják, hogy hát nincs, egy hosszú doksira nincs idő. Hát már, bocsánatot kérek, hosszú doksi, négy részes film, amit négy szombaton le lehet másfél órába, vagy egy és három negyed óránként vetíteni, miközben levetítik a Sorstalanság három és fél óra, meg a hasonló filmeket, nem tudom kinek a listás, Schindler listá, stb. Az a három és fél. Az a három és fél. Sorstalanság csak két és fél. Csak két és fél óra. Tehát az a helyzet, hogy
tényleg az embernek eszébe jut, ez tűrhetetlen. Na, és akkor írtam egy, az MTVA, tehát nem a televízió, hanem a televízió fölöttes szerv MTVA elnök, vagyis vezérigazgatójának, egy Pap Dániel nevű úrnak, meg nagyon furcsa életrajz, de most tényleg nem személyeskedés. Azt mondja, tisztelt vezérigazgató úr, Jelenszky István filmrendező mintegy fél évtized munkájával, barátai anyagi támogatásával megalkotta Nem, soha egy négy, Isten az igaz ügyet nem hagyja el című filmjét. Arra most nem térek ki, hogy a Trianon filmre összegyűjtött 6 millió forint hogyan aránylik a hivatalos állami pénzosztó szervezetek más filmekre adott milliárdjaihoz. De kit értem volna, akkor megint antiszemit, stb. Nem tértem ki, mert mindenki tudja. Önre azt tartozik, hogy Jelenszky István filmjét be akarta mutatni az M5 közszolgálati csatorna, ez a Bán János igazgató, de azonban az ön által vezetett szervezetből, tehát az MTVA-ból valaki, mondhatnám egy ismeretlen tettes, a film bemutatását megakadályozta. Meg volt beszélve, hogy lejátsszák a filmet. Folytatom a levelet. Történelmi tapasztalataink szerint, zárójel kommunista évtizedek, ezt a működést cenzúrának nevezzük, és most lepődjön meg, ezt az eljárást mindegyik erre vonatkozó hatályos törvényünk tiltja. Na most a Fidesz vezető hivatalnokai nem szoktak ilyen leveleket kapni. Nem szoktak ilyen leveleket, de most kapok. Vagyis pontosabban nem küldte az Szakács Árpád, a főmunkatársa, annak a rd.ma, ajánlom B figyelmére, rd.ma, honlap, ott tették ezt közzé. Sokak nevében mondhatom, ezek után két tényezőre szeretnék választ kapni. 1. Név szerint ki az a személy, aki megtiltotta az M5 közszolgálati csatorna igazgatójának a film bemutatását. A pesti verebek azt csiripelik, hogy talán egy olyan ember volt ez, akinek különleges gyűlölet van a fejében, a Szent Koronás magyar címerrel szemben még az 1990-es évek elejétől kezdve. Legyen szíves, írja meg nekem ezen személy nevét, hadd hozzam nyilvánosságra. Ha nem teszi, öné a felelősség. Tudja, Szofoklé szerint mindent feltár a hosszú végtelen idő, s a napfényen levőket elfedi. Egy részeges görög írta 2600 évvel ezelőtt, de most is írhatta volna. Folytatom, 2. pont, majd mindjárt a verebek, stb. Mindjárt mit csiripel, majd mindjárt kitérek rá. 2. Mik azok az indokok, tartalmi elemek, amelyekre hivatkozva a film betiltása történt? Kérdéseim indoklása. Tény, hogy a trianoni gyalázat 100. évfordulójára ez az egyetlen film, amely a magyar történelem évezredes, évszázados történeti folyamatában mutatja meg, és elemzi a nemzetgyilkossági gyakorlatot, amely elvezetett Trianonig. Készült egy-két rábik más film is, csak ott az 1000 éves, 800, 600, 500 éves nagy folyamat az nincs benne. Jelenszky filmben pedig igen. A filmben szereplő szakértők egyöntetű véleménye, hogy Jelenszky István filmje nemzettudat formáló alkotás. A vetítés letiltása kapcsán Jelenszky Istvánt idézem, idézőjel, akik úgy döntöttek, hogy a jelenlegi túl hiszterizált közegben nem vetítik le a filmemet, azok arról döntöttek, hogy a Kárpát haza társadalma ne tudja meg Trianon gyalázatának igaz történetét, és azt a megtartó hitet, cselekvő élni akarást, amit jelentett a magyar feltámadás. Zárójelben a negyedik rész címe Magyar feltámadás. Ezzel a döntésükkel a nemzet azon részét fosztják meg, akik még képesek nemzetben, magyarságban gondolkodni, érezni és cselekvő tetteikkel azt bizonyítani. Még mindig Jelenszkytől idézek, ezt nem venni észre, az nem más, mint a kívülről belülről jól előkészített ködrendszerben elveszíteni az éles látást. Sajnálom, hogy nem táblatokban gondolkoztak és döntöttek, idézőjel bezárva. Jelenszky István írt levele szintén az RD honlapon, ott van, akit érdekel, menjen bele és olvassa el. Majd így zárom a levelet. E szempontok szerint miatt szinte hihetetlen, hogy a trianoni békeparancs 101.
és a idézőjelben rendszerváltoztatás 31. évfordulóján valaki per valakik veszik a bátorságot, hogy letiltsanak egy filmet, amelyik az egyik legsúlyosabb, ráadásul mindmáig működő magyar sors tragédiának okait és következményeit dolgozza föl. Annó az 1980-as években éppen azért küszködtünk mindenki a maga helyén a kommunizmus ellen, hogy végre már szabadon beszélhessünk, írhassunk könyveket, alkothassunk filmeket, s ne alkalmazza a kommunista párt a cenzúrát, betiltást, szilenciumot. Erre mi történt? A rendszerváltoztatás 31. évében valaki megtiltja egy film bemutatását a közszolgálati televízióban. Úgy tűnik, hogy ön vagy valamelyik munkatársa politikai hibát követett el, hiszen súlyosan veszélyezteti az ön pártjának szavazatait a 2022. évi országgyűlési választások. Távol áll tőlem, hogy politizálja. Jó magam, csak a Jelenszky film egyik megszólaló történésze vagyok, azonban talán mások ügyet odafigyelnek az ügy politikai részére is. Most már utólag tudjuk, hogy odafigyeltek, mert megjött az információ pár hónap, most nem régen, hogy hát pöntről állították le a dolgot. Ha bárki nem ért egyet a Jelenszky filmben elhangzó állításokkal, az a normális, hogy a levetítés után behívnak a stúdióba történészeket, társadalomtudósokat, politológusokat, művészeket, akik szabadon elmondhatják az álláspontjukat. Persze így sem nagy a baj, mivel Jelenszky filmjei sokak szerint, szerintem is örök érvényűek, míg esetleg más földi halandók világhíre és hatékonysága talán csak a következő választásig tart ki. Na most ezek a fiúk, ezek nem szoktak ilyen levelet kapni, de még az utolsó mondatok. Az is tény, hogy e cenzurázással per betiltással ön vagy valamelyik munkatársa súlyosan megbántotta a filmben részt vett szakértőket és minden olyan magyart, aki érdeklődik a trianoni témakör sokszínű földolgozása iránt. Már bocsánatot kérek, ha bennünket leállítanak hármakat, elődöt meg elővezetik, már bocsánatot, ne arra, hogy kérek. Rendben, ha megszoktuk, semmi gond. De Bagdár Emőke professzor, most volt 80 éves, tavaly nyáron. Megcenzurálni, letiltani, hát már engedje meg a világ, hát hol? Stb. A levél vége, mivel azonban nem botrányt akarok okozni, hanem ha még lehetséges, a normalitás útját szeretném követni, javaslataim a következő. 1. Mint jó hivatalnok a törvény értelmében válaszoljon a kérdéseimre. Hát még várom a választ, még csak fél év telt el. 2. Pont lehetőleg azonnal, de legkésőbb az idén június 1-4 közötti napokon minden nap egyrészt mutassák be Jelenszky István Trianon filmét az M5 kulturális csatornán. 3. Pont. Ezután rendezzenek tévévitákat, ezek talán izgalmasabb lennének, mint az örökös politikai viták. Várva írásbeli nyilvános válaszát, üdvözlettel én. Az a helyzet, hogy mintha semmi nem történt volna, tehát nem történt semmi. Arra nem méltatják Jelenszky, Popélit, magamat, Bagdi professzor, bocsánat, nem tudom, mindig elmondani, tehát a köztársasági elnöknek is elmondta valaki a történetet, tehát legfelsőbb szinteken megkapták a kazettát, illetve a három közjogi, nem részlet ezen, nem érdemes, tehát nem megbántani akarunk, csak nem történt semmi, és a hivatalnok nem válaszolt semmit, és kiderült, hogy az egész le van tiltva. Na már most ez engem Acél György korszakára emlékeztet, de az Acél György az nem mondta azt magára, nem mondta azt, hogy ő keresztény, ő nemzeti, hajrá Magyarország, hajrá, ő ilyeneket nem mond. Köszönöm szépen! Kedves barátaim, mindezeket a dolgokat hallva és szívvel és aggyal megemésztve lutbőrzik az ember háta. Hol élünk? Egy keresztény és nemzeti fölszabadult Magyarországon, vagy pedig egy meghatározhatatlan katyvaszban?
Erre kell mindenkinek megfogalmaznia a maga válaszát. Itt valamilyen ördögi harc folyik ellenünk, de ez a harc folyik a mi bensőnkben is, a lelkünkben. Félig meddig már valamennyien mérgezettek vagyunk. És már félig meddig eladtuk a lelkünket. Először is magunkra kell döbbennünk, tudatosítanunk kell, hogy milyen közegben élünk, kik az ellenségeink és kik a barátaink, ha egyáltalán vannak még barátaink. Sokan azt hinnénk, hogy csak azok a barátaink, akik elvették a miénket. És ezért haragusznak ránk, mert oly sokat ártottak nekünk, hogy már nem lehet velünk barátságban élni. Sokszor azt gondolnánk, hogy ez így van. Közben azonban mindig fokozatosan rá kell jönnünk, hogy akiket sajátunknak gondoltuk, vagy barátunknak, vagy testvérünknek, még az sem mindig testvér, az sem mindig barát. Én elszakított területről jövök. Felvidéki gyökerű ember vagyok. Tehát gyerekkoromtól tudom, érzem, érzékelem ezt a légkört, ezt a szellemiséget, amely körülvesz bennünket, trianoni határokon kívül és belül egyaránt. Érzem az elszakított területen a magyarságra nehezedő gyűlölet hullámot. Még akkor is gyűlölet hullámot mondok, hogy ha esetleg néha talán a segítő készségész a jó szándék köpönyegében nyilvánul meg. De hogy mondta Jézus? A farkasok néha báránybőrbe bújkálva közelednek hozzátok. Tehát ismerjétek fel őket, méghozzá cselekedeteikről. Ne arról, hogy miket mondanak. Most véletlenül eszembe jutott, táskámban elő is húztam egy régi papírdarabkát, amelyet még a nyár folyamán valamelyik magyar demokratában láttam, és mit ad Isten, fogtam magam és kiírtam ezt az idézetet. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Szentesi Annának van egy beszélgetése egy Kosza Ida pszichiáterrel. A beszélgetés címe Országvesztés a lelkekben. Fölteszi a következő kérdést a beszélgetést vezető Szentesi Anna. Volt-e bármiféle hatása a béke diktátumnak, Magyarország feldarabolásának haszonélvezőire? Na most a pszichiáter hölgy válasza a következő. Azoknak az államoknak a társadalma, amelyek országrészeket nyertek el tőlünk, a lelkük mélyén tudja, hogy a béke diktátum igazságtalan volt. Ez társadalom lélektani szempontból és leírható szempontból is leírható folyamatot indított el. A mélyben megbúvó lelkiismeret furdalással, bűntudattal magyarázható az utódállamokban megjelenő magyar gyűlölet, ami sokszor fizikai bántalmazásokig vezet. Pont, vége az idézetnek. Jó, tudjuk valamennyien ez így van. A pszichiáter asszony nagyon szépen jól fogalmazta meg a valós tényállást. De most kérdem én, hogy történhetik meg, hogy mi saját magunkkal szemben is ugyanolyanok vagyunk sokszor, mint a ellenünk elkövetett bűnök haszonélvezői? Ez már valami, már túlmutat egy pszichiátriai valamilyen lapszuszon, itt már ez szerintem megmagyarázhatatlan. Tehát amikor már az áldozat azon spekulál, azon problémázik, hogy ja Istenem, mi lesz, ha a hóhér megsértődik? Értjük? Kínzókamrában fekszem, de arra kell odafigyelnem, hogy az én kínzóm esetleg meg ne sértődjék, mert rosszul fog neki esni. Hát ez már valóban már egy, talán nem is tudom megfogalmazni, hogy mi ez. Teljes önfeladás? Teljes elbutulás? Sokszor megfogalmaztam még az egyetemi óráimon is, hogy a magyarnak a legnagyobb gyűlölője a magyar. Senki nem ártott nekünk olyannyit, mint mi saját magunknak. Ezt a rossz tulajdonságunkat kellene levetkőznünk, de először is úgy, hogy szét kell néznünk saját sorainkban. Mert valahol ott kell keresni ennek az egésznek a rákfenéjét.
És ha ezt megleltük, és rájövünk, hogy mit kell tenni ez ellen, akkor elindulhatunk a fölemelkedés útján. Addig azonban csak egy helyben fogunk topogni. Köszönöm. Professzor úrhoz csatlakozva, minden alkalommal elmondom és leírom, hogy Trianont először mindenkinek magában kell dönteni. Egyébként nem fog az, ami Istentől, Isten döntésétől eredendően a miénk ki a Kárpát-medence újból összeállni, ahogy egyébként a földrajzi térképeken most is egységet mutat. Tehát tőlem nem vették el Felvidéket, Őrvidéket, Erdélyt, és nem vették el Délvidéket sem. És addig nem lesz olyan lelki állapot ebben a nemzetben és a nemzet többségében, ameddig ez a lelkület helyre nem áll. És ez a lelkület nem más, mint a hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Szóval meggyőződésem, hogy először a rendet magunkban kell helyreállítani, a rendet, ami az eget és a földet összeköti, az a mi szívünk, az a mi szakralitásunk, és ennek a szakralitásnak egyetlen egy helyen van letéteményese, az itt a Kárpát-medencében, és az a Szent Korona. És valóban ezt a filmet én a magyarság őstörténetétől indítom. Valóban ezt a filmet át is áthatja a Szent Korona szelleme és a történeti alkotmány igazságkeresése, és ebben a tükörben igyekszem ezt a több évezredes magyar múltat láttatni, bemutatni és érzékeltetni azokat a folyamatokat, amelyek elvezettek a gyalázatig, és hangsúlyozom, hogy ez a gyalázat ma is folyik. Előtt kérdezte, hogy ha vannak kérdések, akkor természetesen szívesen válaszolunk, mondhatom a barátaim nevében is, feltéve, hogyha tudok szólni. Köszönöm szépen, és valóban lesz lehetőség kérdezni a film alkotójától, mondhatnám szereplőitől, egy ilyen sajátos esetben. Feleségemnek volt szerencséje részt venni a díszbemutatón, és hát őszintén elárulom, hogy azért amikor erre készült, itt sok egyéb más teendő mellett, egy kicsit azért aggodalmaskodott, hogy egy ilyen itt idézőjelben olcsó film, ugye 6 millió forintból készült tulajdonképpen, annak csak a fele, ugye 3 óra, és egy ilyen 3 órás bemutató közben, amikor közben neki a gyerekeken jár az esze, politikai teendőkön és egyebeken, hát le tudja elkötni. És már mondta, hogy hát Jelenszky István nyilvánvalóan megérdemli, és ott kell legyen egy ilyen bemutatón, nyilvánvalóan, ez nem volt kérdés, de azért megmondom őszintén, hogy aggodalmaskodott, hogy azért 3 óra alatt ő ezt hogyan fogja tudni végigülni, mikor engedheti meg ő azt, hogy 3 órát leüljön bármire is, és áldozzon. És úgy jött haza, hogy ő sem tudja, hogy ezt hogyan lehetett megalkotni egy ilyen olcsó filmben, ahol nincsenek ügyes pörgős technikák, mint a 007-es ügynök akciói esetében. Nyilvánvalóan össze sem lehet hasonlítani egy játékfilmmel, de mégis olyan technikákat alkalmazott, vagy olyanok voltak a szereplők, vagy olyanok a vágások, amivel mégis teljesen nézhetővé és lebilincselővé tette, és ki tudta kapcsolni még őt is, a feleségemet is. Most én még nem láttam ezt a filmet, de örülök, hogy most már DVD-n is kapható ez a grandiózus 4 részes film. Ez komolyan egy történelmi alkotás. És így az első kérdésem, így magamhoz ragadva a szót, tehát az, hogy mit lehetne alkotni ezen kívül egy olyan műfajban, a játékfilmes műfajban, hogyha valóban lenne állami támogatás, és nem közadakozásból kellene, illetve saját vállalásaitokból egy ilyen filmet alkotni. Milyen témák azok, amik azért biztos ott lapulnak titkon, hogy még az életművettek kiegészítéseként és annak folytatásaként mit dolgoznátok föl játékfilmes műfajban, hogyha erre a kincsem, gicsemhez hasonló 2 milliárd, 3 milliárd forintokat is megadna az állam. Ez volna tehát a kérdés. Nagyon-nagyon utálom, hogyha pénzről kell beszélni, de az tény, hogy az én
munkámat, hogyha ki kéne fizetni valakinek, akkor olyan 30 millió forintot kéne, hogy kifizessen. Napokban látott napvilágot, hogy Antal Józsefről 1 milliárd 600 millióért fognak filmet készíteni. Még egyszer mondom, nem tévedtem el, a számok rengetegében 1 milliárd 600 millióból fognak filmet készíteni. Arról az emberről, akit egyébként én a magam részéről történelmi bűnösnek tartok, hisz elvette az én korosztályom jövőjét, és folytatta azt az adósságspirált gazdaságilag, és szellemileg, amihol lehetett vitatkozni azon, hogy legyen a koronás címer a nemzeti zászlón, vagy ne legyen koronás címer. Egy tény, hogy egy ilyen filmet nagyon nehéz úgy megalkotni, hogy lekösse az embert, hisz ezek a filmek, amire te is céloztál, ezek agymosásra való filmek és pénzgyártásra való filmek. Kimossák az emberek agyát, hogy még a véletlenül se a lényekről, a létezés szentségéről és az ittlétről gondolkozzanak és tegyenek érte. Ez egy nagyon tudatos, nagyon régóta zajló agymosási folyamat. Ebbe az agymosási folyamatba állt be az első kormánybiztos, Endi Vajna, és meggyőződésem, hogy az utódja is, Kál Csaba is, sőt, régről ismerem Balázs Béla stúdiós korunk óta. Kimosni az emberek agyát, kimosni azt az identitástudatot, azt az önazonosságtudatot, amit jelent a magyar múlt Nimródtól egészen mostanáig. Erre van pénz. Erre egészen biztos, hogy van pénz. Erre biztos, hogy egészen lesz pénz, nem csak a korábban felsorolt példákra, Hosszú Katinkára, Orbán Balázsra, hanem mindazokra a filmekre, amelyek elhazudják a magyar történelmet. Hadik Károly? András, Hadik András. Hadik Andrásról készül szintén egy 1 milliárdos költségvetésű film, de nem készül mondjuk játékfilm Szent István uralkodásáról. Pozsonyi csatáról. És hagyd ne soroljam, nem készül arról a megemelő, tragikusan megemelő, de mégis megtartó magyar traumákról, ami őszintén tárja fel Mohácsot, őszintén tárja fel a Habsburg uralkodóház magyar gyilkos politikáját, hogy én szívesen vennék egy olyan filmet, hogy a Habsburg birodalom alatt hány tonna aranyat bányáztak a Kárpát-medencéből? Mert hogyha azt vissza kéne fizetni a Habsburg háznak, nem lenne Ausztria. Nem viccelek, nem lenne Ausztria. Hogy Rákóczi fejedelmünkről, hogy a Rákóczi hadnagy óta nem készült, kérem szépen, hogy film Rákóczi fejedelmünkről. Játékfilmből beszél. Róla készült most egy dokumentumfilm, Zsigmond Dezső egy lengyel koprodukcióban készítette, nem láttam. Általában tegnap vetítette az M5, olyan 10:30 tájékán, éjjel 10:30 tájékán. De hogy el tudom önöknek mondani, hogy a háború a nemzet ellen egyetlen egyszer került adásba a 11 év során. Hogy az igazság soha nem késő, egyetlen egyszer került adásba. Hogy a Szent Koronáról készített filmemet a Duna Televízió igazgatója így ült velem szemben az asztal másik oldalán, tiltotta le azzal, hogyha nem veszem ki az eskütételt, a Szent Korona eskütételt, akkor ne letiltja, ha kiveszem, akkor levetíthetem augusztus 20-án a Szent Koronáról készült filmemet. Na most vagy annyira rossz indulatú, vagy nem ért semmihez, mert ugye a Szent Korona eskü az a záróköve, aki látta a filmet, tudja, hogy miről beszélek, az a záróköve a Szent Korona történetének, misztériumának és a történeti alkotmánynak bemutatását illetően. Deák Sárosi László barátom, aki egy kiváló filmesztéta, éppen most dolgozik azon, hogy egy olyan téma együttest állítson össze, ami ehhez most engem is fölkér, de egyszerűen
nincs rá időm, hogy abban részt vegyek. Napvilágot fog majd látni, egy olyan témaegyüttest állít össze, hogy miből lehetne játékfilmet készíteni, döbbenetes a lista, én ezt most nem tudom, közel 100 tematikát jelölt meg, fogalmazott meg. Én még a magam 8 témáját hozzá tudom tenni, de azt azért nem publikálom, mert annyira még a Trianonnál is veszélyesebb, hogy inkább megcsinálom mindenfajta publikáció nélkül, és pályázás nélkül, mert én ezekhez nem pályázok. Köszönöm. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedet? Csak egy mondatot szeretnék az elhangzottakhoz hozzáfűzni, nem többet, hogy amikor én legelőször fölhívtam a Bán Jánost, az M5-ös csatorna igazgatóját. Tudják, az az író, aki 10 vagy hány kötetes Hunyadi sorozatot, én ezt megvettem, és nem 3 hónapig azt olvastam, olyan izgalmas, most lesz belőle majd egy sorozat. Fölhívtam, és mondtam neki, hogy kérlek János, itt van a Jelenszky film, hú, azt mondja, nagyszerű, bemutatjuk, de ő azt is tervezi, ezt akartam most elmondani, hogy az M5-ös kultúrás csatorna zászlós hajója lesz egy Jelenszky film sorozat. Ennek a végén, tehát elkezdik a filmjeit vetíteni, és a végén a 4 részes Trianon sorozatot, és folytatta Bán János teljesen jó szándékkal, majd behívlak benneteket, és többször leszek hosszabb beszélgetések, és meg tudunk mindent vitatni, és új alapokra helyezünk a Trianon kérdést. Ezeket nekem mondta, tehát emlékszem rá, és innentől jutott el a helyzet oda, hogy egy rossz csinovnyik, de facto rossz fideszes csinovnyik, azt mondja, hogy antiszemita, hosszú a doksi, stb. A 6,5 órás filmből 5 órát vágjon ki. Szóval azért, hát erre azt tudom mondani, hogy ez hülye. De hát nem illik ilyet mondani, ugye? Tehát súlyos problémát okoztak valamennyinknek is, lelkileg, fizikailag, stb. És most itt tartunk. Ami a Zsigmond Dezső urat illeti, a Eszterházy János film, amit valaki mondott. Én mondtam. Igen. A következőt szeretném mondani erről a Zsigmond Dezső úrról, hogy készült egy film a 1918-19 őszer, stb. És hát engem is meghívtak, itt nem messze volt valami stúdió, ott, és hát Tisza gyilkosságról beszéljek. Hát, igen, na most hát én mondom, hogy Gróf Tisza István, tekkor és ekkor, XYZ ölték meg, és ő róla még Tőkészki professzor, Isten nyugtassa, és azt mondta, hogy hát nem tudjuk ki, hát kóbor katonák lettek, akkor én mondom a neveket, Csere Péter könyve alapján, de a saját kutatásaim alapján is, csak a Tisza iratok, a Tisza per anyagát el kell olvasni a fővárosi levéltárba, elolvastam, kifotóztam, lefotóztam, stb. És ezek mind zsidó kommunista szabadkönyvesek voltak. Kamera állj! Kamera állj! Hát mondom, mi? Elfogyott a film? Azt mondja, hogy dehogy fogyott el a film, de az én filmemben ilyeneket nem mondhatsz. Hát mondom, jó van uraim, semmi probléma, nekem ma elég nagy dolgom van, sapka, kalap, ez tél volt, föltettem a kalapot, és elmentem. A 7-es busz megállójába értem, csörgött a telefon, azt mondja nem a rendező úr, hanem a munkatársa, kérlek elmondani, hogy gyere vissza, mondd el, a rendező úr azt mondta, hogy elmondhatod, benne lesz, stb. Visszamentem, elmentem, nem tudom hány hónap múlva díszbemutató, amit elmondtam, totál ki volt vágva. Na most akkor én csak megkérdezem, én nem akarok rosszat mondani erről a rendező úrról. Biztos komoly múltja van, meg mészebb jövője, meg stb. Viszont ha ezek az emberek csinálnak a nemzetünk nagyjairól filmet, hogy ő eldönti, hogy mi nem szerepelhet benne a nemzeti nagyjaink életéből, hát akkor mi várható? Jelenszky meg hiába pályázik, nem? Adnak neki, le van állítva. Melyik évet írjuk most? 958-at? Vagy 2021? Amelyiket szerint ön is van.
Nekem az a véleményem, hogy országban kevés a külföldi, az turizmusnak legyen. A sok, az megszállás. Köszönöm szépen, és akkor aki kérdezni szeretne, annak odaadnám a mikrofont. Így talán a legegyszerűbb. A filmverítésre kaphatunk még jegyet? Igen. Mert csak most érszem. Mikrofonba. Igen, még csak 80 vettek, úgyhogy van még 423 hely. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Szeretném megkérdezni, hogy hányan vannak itt 20 év alatt? Egy, jó. 30 alatt? Szuper. Na, ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani a fiatalok nélkül? Hogy az iskolákkal, egyetemekkel, tanintézetekkel, bármilyen módon próbálnak kapcsolatot felvenni és ott levetíteni a filmet? Erre jó magam válaszolok, mert döntően fontos kérdés. Nagyon köszönöm, hogy ezt föltette. Van a kormánynak egy tagja, aki miután ketten elmondtuk neki, hogy mi zajlik itt, hát most, hogy miket mondott, azt most nem mondanám el, de biztosította, hogy az ország összes középiskolája azonnal megkapjon a filmből egy darab kazettát. Igen. Igen. Na most a helyzet az, hogy innentől kezdve a labda az ott pattog a gimnáziumban, mert a fazekasba nem biztos, hogy levetítik, lehet, hogy a kukába dobják azt a példányt. De biztos vagyok, hogy mit tudom én a Békés Csabai vagy akármelyik vidéki iskolákba, ott levetítik, és ha ugye a magvető történetet mondom a Szent Bibliából, hogy szántóvető elszórja a búza, árpa, rozs magot, és akkor jönnek a madarak, fölcsibegetik, süt a nap, kiszárad. De néhány megmarad, ez a lényeg benne, és akkor így építkezik. Ezért mondjuk azt, hogy a Jelenszky film az nemzetépítő film. Hát nehézségek azok vannak. Ha megengedik, muszáj kiegészítenem. Én veszem a bátorságot, és én megmondom, hogy kiről van szó. Kassler miniszterről van szó. És miért szomorú ez? Én nagyon örülök neki, megmondom, miért örülök neki, mert ő a saját miniszteri keretéből biztosított egy minimális összeget arra, hogy ezek a DVD-k elkészüljenek és eljussanak a gimnáziumokból. És ugyan pályázati rendszerbe lett besorolva ez a támogatás, de jelentem, hogy jó úton halad, tehát jó hírrel szolgálok, azzal a jó hírrel, hogy nem sokára elkezdődik ezeknek a DVD-knek. Ezt én adtam ki, nem az állam. De azoknak a DVD-knek elkezdődik a gyártása, és én nagyon bízom abban, hogy még ebben az évben el tudom vinni a legméltóbb helyre. Azt hiszem ez a Klebersberg intézet, ha jól tudom. És onnantól kezdve valóban úgy van, ahogy az Ernő mondja, vagy kidobják, vagy levetítik. Én írok egy ajánlót, egy javaslatot, ha kinyitják a dobozt, akkor ebben van egy 4 oldalas kis lapocska. A belső 2 oldal üres, az egyik oldalra az én ajánlom kerül, a történelem tanárok számára. A másik oldalon pedig 10-15 kérdés, pontosan megcélozva ezt a generációt, hogy mit tud a témáról és hogyan fogadta a filmet. És az a tervem, hogy ebből csinálok egy statisztikai felmérést idézőjelben, és ezt a pályázat elbírálásához benyújtandó anyaghoz fogom csatolni. Nem az elbírálás, a beszámolóhoz, bocsánat, beszámolóhoz fogom csatolni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, és azért mutatom fel, kérem szépen, 1920-ban a magyar kormány, az akkori magyar kormány egy olyan fizetet, IRKA fizetet bocsájtott a tanulók számára, aminek ez volt az első oldala, az volt a felső mezőbe írva, hogy gyakorlat, IRKA fizet. Minden iskolás
ezzel a borítóval tette be a táskájába ezt az irkafüzetet, és most a hátoldalán nem ez van, de a szórólapon azt találják, azt a statisztikai táblázat adott sort, ami bizonyítja, hogy mi is történt Trianonban, tehát hogy hány bányát, hány erdőt, tehát azokat a gazdasági statisztikai adatokat, ami nyilvánvaló egyébként a trianoni döntés során mindenkinek tudnia kell. Tehát az iskolában minden nap ezt a füzetet vette ki a diák. Képzeljék el, 10-11 éve van nemzeti kormányunk. Ennyit királtanom tenni. Az Irka füzet borítójára ezt a két térképet és a hiszek egyet oda tenni, és a befejező oldalra pedig azt a statisztikai adatsort, amit jelentett számunkra ez a nemzetgyilkossági gyakorlat. Ez gyakorlat volt, nem kísért. Hangsúlyozom. Felnőtt volna 10 év alatt egy olyan generáció, akinek nem kéne már magyarázni, hogy mi az a Trianon, mert aki ránéz erre a két térképre, és elmondja a hiszek egyet magában, és elolvassa a statisztikai adatot, annak már nem kell elmondani, hogy mi az a Trianon. Vagy legalábbis el kell mondani, csak részletezve. Tehát óriási felelőssége van, és ezzel a lehetőséggel nem élni, és azzal a lehetőséggel nem élni. Tudom, hogy a kormánynak nagyon jól jött a... Hát ez a biológiai háború, én nem tudom másnak hívni, az emberiség ellen. Nagyon jól jött, mert tulajdonképpen szőnyeg alá lehetett söpörni a Trianon gyalázatát, de azt a lehetőséget is elszalasztotta, hogy azt a megtartó erőt, amit jelent a két világháború közti Magyarország, az a megtartó erő, ami kibírja a Rákosit, kibírja a Kádárt, kibírja az Antalt, kibírja a 7 millió abortuszt, az a magyarság igenis ünnepelheti magát. Nem Trianont kell ünnepelni, azt nem. Azt gyászolni kell. De azt a magyarságot, aki megtartotta magát így, ilyen iszonyatos kataklizmák mellett és ellenére, azt a magyarságot igenis ünnepelni kell. És azok önök. Mindenki. Aki még érti a magyar nyelvet ebben a hazában. Származási és felekezeti hovatartozás nélkül ezt hangsúlyozom. Nagyon hangsúlyozom. Mert a Szent Korona eszmében és a történeti alkotmányban a mellérendelés elve az, ami meghatározza egy nemzet, egy társadalom működését. Nem az alá és fölérendelés, hanem a mellérendelés elve, ami nyugszik a magyar nyelvünk, a szerves műveltségünk, az állattenyésztéstől egészen a néphagyományai. Óriási lehetőség volt, és van még mindig, vissza kéne térnünk az alaptörvényhez. Helyre kéne állítani a Szent Korona rendjét. Lehetőség volt rá. Nem éltek ezzel a lehetőséggel. Folyamatos törvénykezésre lett volna szükség abban a történelmi helyzetben, amikor megszületett a kétharmad. Történelmi lehetőség lett volna. És igenis volt a társadalomban egy olyan réteg, egy olyan csoport, aki a történeti alkotmány és a Szent Korona tan mentén gondolta azt a változást, vagy annak a változásnak a lehetőségét, amire egyébként felhatalmazást kapott ez a kormány. Elnézést, most már elkalandoztam egy kicsit, de ez szervesen hozzátartozik ehhez. Sokszor esett szó a cenzúráról. Acél György nevet, meg a Jászi Oszkár. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem, ahogy anyakönyvezték, úgy nevezik meg ezeket az embereket? Mert itt beszélhetünk Péter Gáborról, Farkas Mihályról, meg a többiről. És akkor kiderülne az igazság. A másik meg azt szeretném elmondani, hogy a Trianon Társaság meg a Magyarok Világszövetsége 2 éve indított egy petíció aláírást.
Sajnálatos módon csak 300 ezer aláírást tudtuk összeszedni. Kinek a hibája ez? Itt, ahogy a fiatalember elmondta, hogy nincsenek gyerekek, nem tudják, hogy miről van szó. Nem ismerik meg a székely zászlót. Összekeverik a svéddel. Tehát itt olyan káosz van, és még az iskolában nem lakják ki a... Mert régen, amikor én gyerek voltam, a Kossuth Lajos, Petőfi írók ki voltak, Jókai, Rákóczi Ferenc, ki voltak a falon. Most kit rakjunk ki? Antal Józsefet? Vagy a többit? 32 éve hűítik az embereket. Most ez a előválasztás. Mi lesz itt tavasszal, áprilisban? Mert mindenki meghűlt. Sorba állnak a buszvégában, tömött sorok állnak, és akkor áprilisban itt egymásnak fogunk ugrani? Azért nem értem, hogy ilyen filmet, Duna TV, addig volt Duna TV, még a Sára Sándor filmjeit be lehetett mutatni. Addig. Utána Csellényi Lászlónál már romlott a... Most meg oda jutottunk, hogy ilyen értékes filmet 10:30-kor adják. Tehát ezen kéne változtatni először. Meg... Most dilemmában vagyunk. Kire szavazunk áprilisban? Nem tud kormányt váltani. Ez a baj. És köszönöm. Ha mindenki rá szavaz, akkor tud. Köszönjük szépen a kérdést. Csak egy mondatot szeretnék a legelső fölvetéséhez. Teljesen egyetértek vele önnel, hogy miért nem írjuk ki az igazi nevét. Hát, ha egyszer majd eljut a könyvtárba, hogy a könyveimet, bármelyik könyvet kézbe veszi, ott van. Jászi, lábjegyzet, Jakobovics, és végig az egész társaság. Mert így hiteles. Tehát a belügyminisztérium névmagyarosítási osztályán 3 ezüst koronáért lehetett magyar nevet vásárolni. Szegfi Gyula írja, hogy a magyarok azt gondolták, hogy ezáltal jó magyarrá válnak. Volt, aki jó magyarrá vált, 0,6% vagy 1,3%, voltak a semlegesek, akik a kesmanyra hajtottak, és volt az ellenség. Ha én ezt a könyveimbe kimondom, már pedig kimondom, életem rajta, akkor az Egyesült Államok kormánya, és az előbb elfele antiszemitának nyilvánít, és első a magyarok, mondja a Szijjártó ő excellenciája, de engem nem védenek meg az USA kormányát, és az előbb befelejtettem mondani, hogy Katarina von nem tudom kicsoda, egy holland bárónő, bérliberális, ő is bejegyzést tett a blogjába, hogy én milyen egy antiszemita söprelék vagyok. Többek között amiatt, mert kiírom azt, hogy a Jászi az Jakobovics volt. Semmi rossz szándék, csak hogy tudjuk a tényeket. A többivel sok minden egyetértek, de arra én most nem érnék. További kérdés, hozzászólás. Parancsolj! Köszöntök mindenkit, Gáspár Dénes vagyok, és Istvánnak a kollégája, durván 40 esztendeje mozgok a mozgókép kultúra berkein belül, és sorstársak lettünk. Sorstársak lettünk a tekintetben, hogy a végén föltennék egy kérdést az egész plénumnak, hogy kiről beszélhetek, kiről akartam én filmet csinálni. Ez az ember, ez gyakorlatilag a kortársunk, sportoló, nem kap annyit, mint hosszúkat nézik, nem kap 560 millió plusz 30% TAO, hanem az egész családjával együtt a világon egy hihetetlen eredményt ért el, és ér el, és egész egyszerűen 4-szer futottunk neki. Most legutóbb, tehát volt olyan, hogy legyen dokumentumfilm, amikor még nem volt dokumentumfilm, nem volt, akkor jó, akkor legyen játékfilm, akkor kitaláltunk valami történetet hozzá, és az az érdekes, hogy az az öt ember, aki dönt, igen, tehát az az öt ember, aki dönt,
ebből az egyiket én több mint 20 éve ismerem. 20 éve ismerem, és a legvége az lett, hogy most kb. 2 hete végül valahogy kijött, miután meg kellett hosszabbítani a 60 napos határidőt olyan szinten, hogy egyetlen mondatot mondtak, miután 4-szer átdolgoztuk az egészet, hogy kidolgozatlan. Lehet tippelni, előtt szerintem tudja, hogy kiről van szó, de hogy ki az, aki sportember, minden idők legnagyobb sportembere. Nem. Él, köztünk él. Nem. Jó, kicsoda? Valamit hallottam. Nem. Mónus József, tessék. Mónus József. Ki, mindenki ismeri, ugye? Ennyi. Hát hogyne? Hát nem is akármilyen. A világ legnagyobb, minden idők legnagyobb harci távlövő íjásza. Szóval nagyon-nagyon sok dolog van még földön és egen, amiről nem tudunk, és köztünk van. Azért István meg fogom venni majd a filmet, hogy támogassam a lehetőségeim szerint. Ez, de hát nem rajtunk múlik. Tudomásul kell venni. Én is köszöntök mindenkit. Én kicsit visszakapcsolnék arról, amire a rendező úr mesélt, hogy kifejtette a véleményét, hogy milyen ez a cenzúra, ami folyik, és egyre erősebben az utóbbi időben, és nem csak a kulturális téren, hanem a véleménynyilvánítás ürügyén is. Hogy nagyon el vagyunk nyomva, és hogy itt meg lett említve, hogy nem volt itt rendszerváltás, hanem gyarmatváltás, vagy inkább csillagváltás, nem tudom, hogy lehetne másképp fogalmazni, de hogy ez egy, nekem egy nagyon felháborító és szívszaggató dolog volt, amikor a Trianon 100. centenáriumán kim voltam a Kossuth téren, és azon azt a rendezvényt, azt egyrészt nem is publikálták nagyon, ugye a Hősök terei felvonulás az azért megjelent a propaganda anyagban, de a Kossuth téren, ahogy a úr is mondta, ugye ott volt a Drábik, Patrubány úr, előd is nagyon sokan ott voltunk, és gyalázat volt, hogy ugye a nemzeti kétharmados kormány meghunyászkodva nem volt képes átvenni azt a jelképes 3 darab dobozt, amiben a Trianon évek voltak, amit ugye jó magam is, meg gondolom nagyon sokan aláírtak, és nekem az egy baromi nagy törés volt a bizodalmam a kormány felé. És akkor ugye jött még más is, a menet közben folyamatosan ugye értesülök a hírlevelekről, mert már régóta tavaly nyáron a Bikás Parkban, amikor volt előadás, akkor én feliratkoztam, és törzs a kommentelő vagy olvasója is vagyok a kuruc.info-nak, és egyre gyalázatosabb híreket. Tehát ez, amikor a Jelenszky úrnak ezt így letiltották, ezt a filmjét abban a cikkben, hát én nagyon szomorú voltam. És elképesztő, hogy nem engedik azt, hogy ami a magyar néplélekbe benne kell, hogy beleivódjon, a magja kell, hogy legyen a Szent Korona és a trianoni gyalázatnak a körülményének az ismerete, hogy tiszta fejjel lássuk, és hogyha ezt nem engedik, akkor fönt már nagyon nagy baj van. Tehát ott a cenzúrától kezdve mindennel probléma van, és ez megnyilvánul az egész magatartásába, a hozzáállásába a kormánynak, és ezen én oly módon tudok változtatni, hogy én a Mi Hazánkra fogok szavazni, mert minél többen fogunk bejutni a parlamentbe, lehet egy fék, egy visszahúzó oldal, a
Fidesz gőgösségevel szemben, és a baloldalnak meg egy pafon. És mindenképpen ezt a nemzeti oldalt kell erősíteni szerintem, és össze kell tartani, és nem úgy, ami például volt egy ilyen elég jó kiadás, még a dédszüleimtől örököltem, a Hogyan állapították meg Nagy Románia határai című 1920-as Bocskai kiadótól, és ott az egész jegyzőkönyvek, minden a trianoni gaztetről le van írva, hogy ki, mikor, mit mondott, és benne van az is, igen, valóban jól mondták az urak, belső széthúzás miatt is van. Na most ezt nem szabad, ezt a hibát most 2021-ben megint elkövetni, illetve a mostani választásoknál, igen, ami majd előttünk áll. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, tapasztalva és hallva azt, hogy mi minden jön ki az emberek lelke mélyéből, sokszor az a benyomásom, hogy ez talán elkeserítő, de valami felemelő is van benne. Talán vannak itt pedagógusok, magyar vagy angol szakosok, akik Shakespeare-t kicsit ismerik. Shakespeare-nek van egy többek között a Julius Caesar nevű drámája, ahol van egy jelenet, Antonius beszéde a római piacon. Amikor Caesar meggyilkolása után Antonius kimegy a piacra, a főtérre, Rómába, és egy temetési beszédet mond Caesar meggyilkolt teteme felett, amelyik egy lázító beszéd voltak éppen. Van egy ilyen mondat benne, hogy temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni. Ezzel indul a beszéd. Ez minden magyar szakos vagy angol szakos ismeri. Én azonban ezt megfordítva szoktam megfogalmazni, amikor ilyen összejöveteleken vagyok, hogy dicsérni jöttem nemzetemet, nem temetni. Akárhogy is vesszük, mind az elszakított területeken, mind a trianoni határokon belül, van az emberekben, ha meghasonlottak is vagyunk önmagunkkal és majd mindenki mással, valamilyen lappangó túlélési instinkt, tudat, valami ösztönszerű, valami, amelyik valami módon tovább viszi a mi reményünket. No miért? Mert vannak ilyen pislákoló vagy parázsló közösségek, mint amilyen például mi is vagyunk most. Ellenszélben, vagy legalábbis lanyha közöny közepette, össze tudunk jönni, össze tudunk tartani, szót tudunk érteni, bátorítani tudjuk saját magunkat és egymást, és ezáltal valahogyan egy olyan magot képezünk, olyan egészséges magot, amelyeket a madarak sem csipegetnek föl, a napfény sem szívja és semmisíti meg, hanem remélhetőleg gyökere teresz, szárba szökken és termést hoz. Erre nagyon nagy szükségük van. És mindjárt Berzsenyi Dánielnek néhány sora jut eszembe, hogy nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Tehát mi sem vagyunk valami nagy sokaság, de lélek vagyunk, és egy szabad népnek vagyunk a kovásza. És ez a kovász, egy kicsi kovász, egy hatalmas teknőnyi anyagot meg tud keleszteni, ha kell. És legyünk mi ez a kovász, és a teknőnyi anyag ott kóválja körülöttünk, keresi az útját, nem találja. Tehát mi legyünk a lámpafény, ha kell. És ha lankadnak a gyengék, segítsen az erős. Most egy bibliai szó kifejezéssel éltem, de valóban megszívlelendő, megfogadandó valami. És ahogyan többször elmondtuk már Szabó Dezső írónk szavait, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Még azokért is felelősek vagyunk, akik most talán ellenünk ágálnak. Mert megtévesztett emberek többnyire, 80-90%-ban ezek megtévesztettek. Tehát a mi feladatunk, hogy ne csak mi vegyük be a helyes irányt, hanem minél többet, minél inkább másokat is hívjunk magunkkal. De nem úgy, hogy menj arra,
én megyek arra, gyere velem. És lesznek, akik meghallgatják, meghallják a szavunkat, és adnak rá, és jönnek velünk minél többen. A jó hadvezér sem azt mondja, hogy előre, hanem az, hogy utánam. Legyünk jó hadvezérek! Elnézést, hogy még egyszer szólok. Én erről az aláadásról nem tudtam. Ezt a világ magyarságában olvastam először, és csütörtökön kaptam meg múlt heten az újságot, egyből ide rohantunk a kollégámmal. Tehát egy héttel előbb jöttünk, és a világ magyarságáról tudtam meg a Rongyos Gárda megemlékezését is. És azért kérem itt a jelenlevőket, aki tudja, vegye a világ magyarságát. Bajba van az újság. Akinek nincsen internete, nem jut hozzá. Én csak ezt az egy újságot járatom, és innen tudtam a két rendezvényről. Köszönöm. Ha megengedik, akkor kiegészíteném az előttem szókat annyival, hogy a filmem negyedik részében van egy, ugye az én koncepcióm az lett volna, az eredeti koncepcióm az lett volna, hogy elmegyünk Párizs mellett a lévő Trianon palotába, és megrendezzük azt a, ezért volt a Perúrral felvétel a címe az első pályázatomnak, megrendezzük azt a tárgyalást, amit megtagadtak 100 éve, és megtagadnak 100 éve a magyaroktól. És ott játékfilmi és dokumentumfilmi eszközökkel azt az évrendszert, amit egyébként Telekiék és Saponyiék összeállítottak, azt ott ütköztettük volna a külföldi szabadkőműves álláspontokkal, és emellett a főhelyszín mellett úgy szoktam mondani, hogy az idéglenesen elcsatolt területeken, tehát Pozsonyban, Kolozsváron, Délvidéken az adott régiónak szintén azt a tárgyalását rendeztem volna meg, amit 100 éve nem lehet megrendezni. Tehát ez volt az alapkoncepció. Ehhez képest történt az, ami történt a filmemben, hogy egy üres tárgyalóteremben lehet újból és újból visszatérve azokat a gondolatokat, kérdéseket és tényeket felvonultatni, amit egyébként a játékfilmben szereplőknek, színészeknek kellett volna elmondani. Az egyik ilyen tábla a következő tábla, negyedik rész vége tájékán, hogy talán pontosan tudom idézni, hogy az elmúlt 30 év demokratikusan megválasztott kormányai egyikének sem jutott eszébe, vagy nem akart eszébe jutni, hogy felvesse Trianon gyalázatának a kérdéseit a nemzetközi bíróságokon és szervezetekben. Ez egy óriási mulasztás. Mulasztása, most nem sorolom a kormányokat, teljesen mindegy ebben a vonatkozásban. Na lehet, hogy ez is bántja a mostaniakat, mert ők sem tették ezt meg. Szóval még a kérdés sem föltenni, ez olyan fajta megkunyászkodás, és olyan fajta nem csinyolnyírni, pörögnek bennem a minősítések, fölösleges, de egy olyan megalkuvás, amit nem lehet elfogadni, és nem lehet elviselni sem. Szóval azt gondolom, hogy 89-90-ben itt el egy személyes tanunk az asztalnál, Rafa Ernő személyében, óriási lehetőségek lettek volna az adott kormány számára. Ezen dolgozom most azon a filmen, ami majd ellenfilm szeretne lenni a Antal történelmi bűnöst reklámozó film mellett, vagy szemben. Elmondja egy úriember, hogy felajánlotta a német és az angol kormány, nem így direktbe, hanem a diplomácia nyelvén, hogy el fogják engedni azt a gazdasági adósságállományt, amit egyébként egy Kádár rendszer tett a nyakunkból, mint adósságspirál. Nem élt vele. Azt mondta, hogy kifizetjük. Hogy
hogy a teljes szovjet piacot elvesztette a magyar élelmiszeripar és a könnyűipar. Csak azért, mert az a szovjet piac. És sorolhatnám még azokat a bűnöket, de itt nem róla akarok beszélni, hanem arról a tényről, hogy ezeket a lehetőségeket igenis meg kell fogalmazni, és el kell juttatni az adott helyre. Az aláíróívet én is aláírtam, jelzem. Nem tartom jó megoldásnak, mert ez nem civil szervezetek problematikája, nem az a szint. Ez kormányszint. Nagyon jó a civil kezdeményezés. Mondom, én is hangsúlyozom, én is aláírtam. De ez a kérdés kormányszint. Ez a kérdés a nemzetközi jogászok elé viendő kérdés szintje. Tehát ezt, és így sunyogva megcsinálni a tavalyi évet, hát szóval egyszerűen az ember nem talál szavakat. És rendben van, hogy a geopolitikai helyzete a Kárpát-medencének, erre is van többször hivatkozás, nem csak a szakértők által, hanem általam is, meghatározza a mindenkori külpolitikát. Tehát itt igenis szerződéseket kell kötni. Igenis megállapodásokat kell kötni, mert mindenki ezt a Kárpát-medencét akarja elfoglalni. A rómaiak az erdélyi aranyért jöttek. Nem azért, mert tetszett nekik Kárpát-medence. Kellett az erdélyi arany. Másoknak most az ivóvíz kell. Meg az Zemplénben és fönt a hegyekben meglévő nemes érc, mert most is van, csak érdekes módon egy közel-keleti cég birtokolja. Nem mondom, hogy is tudják, hogy kikről van szó. Tehát, szóval itt a... Be is fejezem, mert elmegyünk rögtön más irányba, tehát a magyar érdek először, a magyar érdek másodszor és a magyar érdek harmadszor. Kinőttük sajnos ezt az irodát is, a mai este ezt megállapíthatjuk, hiszen már bár kihangosítottuk az utcára is a rendezvényt, és vannak, akik már nem fértek be, de azért nem a legkomfortosabb ebben a hidegben azok az állóhelyek, amivel az utcán tudunk szolgálni a nagy érdemű közönségnek. És épp azért, mivel itt bent is már néhányan állni kényszerülnek, én azért azt javaslom, hogy még két régebb óta jelentkezőnek adjunk szót, és akkor a többiek még az előadás után természetesen, illetve ha már egyszer, legalább egyszer az Uránia mozi műsorára tűzi. Többször is reményeink szerint. Lehet a további időpontokat is tudni? Hát ha van igény. Ha igény lesz rá. Akkor igen, egészen biztos, mert a mozi film mellé állt. Addig, amíg az reméljük, egy ilyen délelőtt időpontban nem lesz könnyű megtölteni a mozit, de a mi felelősségünk is, hogy az Uránia Nemzeti Színház dísztermét megtöltve mutassuk, hogy igény volna erre a közmédiában is. Mindenesetre, ahogy ígértem, akkor két hozzászólónak, Nagy Zsolt az első, aki régebb óta jelentkezett, az Ország Zászló Mozgalom régi harcosa, és utána még a hölgy. És akkor... Nagy Zsolt vagyok, és egy nagyon rövid kérdés, egy még rövidebb választ keresek, hogy ki a cenzornak a monogramja, és meg el lehet mondani, vagy a monogramjának legalább az első betűért. Tehát nagyon kíváncsiak lenni. Nem tudjuk. Igen. Ha már itt a mikrofon, még egy mondatot, hogy most alakítjuk meg az Ország Zászló Mozgalom Egyesületet, és terveink között szerepel az, hogy a Trianon Múzeum által létesített négy szobor, négy égtájszobrának a másolatát felhozzuk a Szabadság térre decemberben a nyugat-magyarországi népszavazás évfordulójára. Ezen dolgozunk, és egy hónapig ott ki lenne állítva. Ez a Trianon Múzeum igazgatóján múlik. Egyelőre nem tudtunk vele igazán kapcsolatba kerülni, de nem fogunk meghátrálni, úgyhogy ha kell, akkor elmenjünk a lakásához, és akkor válaszra kényszerítjük. A szobroknak a Szabadság téren lenne a helye, és akkor megtudjuk, hogy az emberek mit szólnak hozzá. És akkor utána meg lehet csinálni a kormánynak a eredeti szobroknak a másolatát. Így legyen.
csak egy mondat, bocsánatot kérek, asszonyom, mert muszáj elmondanom, mert mondtam, amikor olvastam fel ezt a nyílt levelet, akkor mondtam, hogy majd ezt a pesti verebek, azt csiripelik, azt elfelejtettem, hogy olyan információnk van, hogy aki a cenzúrázó döntést, tehát megtiltotta a film bemutatását a közszolgálati televízióban, az M5-ös csatornán, egy olyan ember, aki a Fidesz alapító tagja volt 88-90-ben, 90-ben, stb. Aztán a 90 őszi önkormányzati választásokon Szolnok város polgármester, nem jól emlékszem, város polgármestere volt, lett, és sose felejtem el, akkor volt pletyka az MDF-es frakcióban, hát ez több mint pletyka, tehát ez tény, hogy ugye 90. július 3-án három szó többséggel, először nem sikerült, sikerült megszavazni a mostani Szent Koronás címerünket, Antal körlevelet küldött az összes kormánytagnak, hogy senki nem mehet külföldre, mindent le kell mondani, ott kell lenni, és így aztán 3+3-mal legyőztük az akkori balosokat, tehát a Fidesz, MSZP, elfelejtem az SZDSZ, hát ez már a vég. Legyőztük őket. Bocsánat kérek, felejtek bizonyos dolgokat, az urak még fiatalok nekem. Csak egy érdekesség, Szegedi Egyetemen a 70-es években volt egy öreg professzorom, Mérei Gyula. Ez egy zsidó kommunista prof akadémikus volt, de nagyon szerettük, mert mindig humorizált, és igen nagy tudású volt. És így, amikor elfelejtett valamit, egyszer letette a szemüvegét, és azt mondta, kedves fiúk, ez a marxizmus szenilizmusból az egy. Most már értem. Na tehát az a helyzet, hogy ez az úr, ennek volt egy büntető ügye, és nem helyezhetik, tehát veszélyes magas pozícióba helyezni, de úgy hír, biztos információt, nem a levegőben beszélek, hogy az MTV Ánál van fizetés, stb. És valószínűleg ő volt az, aki azt a tanácsot adta a nagyfőnöknek, akihez én szegény balfácán embernek írtam a nyílt levelemet, tehát többé a jogi felelősség, stb. Tehát ez az ember, amikor polgármester lett Szolnokon, ugye mondtam, hogy megszavaztuk a Szent Koronás címet, körrendeletet adott ki a szolnoki iskoláknak, az összes önkormányzati cégnek, hogy nem szabad kitenni az új Szent Koronás címet. Mert? Ezt kell érteni? Mert az ott van a Szent Korona, meg ott van az Árpádság. Hát mert? Hát az Árpádságtól megőrülnek egyesek. Ugye? Tehát ez nem 90-ben történik, hanem most tavasszal. Akkor azt szeretnék hozzászólni, hogy István megemlítette itt a Magyarok Világszövetsége aláírásgyűjtését. Nagyon is jó egyébként, mert már 17-ben megindult, és ez azért indult el, hogy az egész magyarság figyelmét felkeltse, és a fiatalok figyelmét felkeltse, hogy egyáltalán mi történik. Mert ha arra váltunk volna, hogy a kormány a 100. évfordulón mit fog szervezni, a fiatalságot abszolút nem érinti meg. A másik az, hogy ez az aláírásgyűjtés, ez a kormányhoz beadandó aláírásgyűjtés, tehát nem a Világszövetség akart eljárni a magyarság nevében, hanem a kormányhoz lett beadva. Ugyanúgy, mint a Mi Hazánk mozgalom is, ugye azt a másik fajta részét a Trianonnak, már mióta szeretné, hogy kiemeljék a törvények közül, nem hajlandók még tudomásul se venni. Tehát borzasztó hazugság fertőbe élünk, mint ahogy Popé Gyula említette, káosz. Egy olyan káosz van, de még talán közöttünk se értik az emberek teljesen meg, hogy miről szólna az az egy dolog, ami a hazánkat előre vinné. Hát valószínűleg a Szent Korona, és a Szent Korona alkotmányát kellene majd, nem nem a törvényt, az alaptörvényt, ami nehogy összekeverjék a
ugye a 11-es alaptörvénnyel, hanem a Szent Korona alkotmányát. Széchenyi megmondta, hogy a több pártrendszer csak teljesen szét fogja zilálni a nemzetet. Mi most küzdünk a mi hazánkkal természetesen, ott nagyon sok olyan ember van, aki távlatában felvetette, hogy majd valószínűleg el fogunk odáig jutni. Ebben reménykedünk semmi másba, mert ami most van, az egy hatalmas. Ja, és a filmet nem említették meg, az itt majd itt szóba kerül, amit most az 50. évforduló kapcsán, ki a filmrendező, aki ezt létrehozza, aki ugye a 2006-os eseményekről csinál most filmet. Nem tudom, hogy itt jelenlévők közül valakit egyáltalán meghívtak-e oda, hogy például az elődöt, hogy egyáltalán tudjon róla, hogy mi történt. Ugyanúgy, mint most lesz ugye a CÖF-nek a béke menete. Hát amikor mi ott voltunk a háborúba, és egyszerűen ők abban nem is vettek részt, nem is akartak részt venni. Valamiért meg kell tőlük kérdezni, miért nem akkor állították le a rendőrséget. Most meg egy filmet készül, meg békemenetet, csak a békemenetben azért nem akar az ember komolyan bele, mert az emberek sokan nem tudják, hogy ez miről szól. Ez kampány. Van egy bizonyos rész, aki kampányt akar csinálni a békemenetből. Hát kik azok, akik az első sorba ott fognak állni? Nem azok álltak ott a rendőrség sorfala előtt. Sőt, nagyon jól tudták, akik az Asztóriánál szervezték a beszédet, hogy egyszer elindul a tömeg, és őket fogják lőni. Tehát csak felhívom a figyelmet, hogy sok minden káosz van itt, még közöttünk is a fejekbe valóban, és nagyon kívánom, drukkolok a mi hazánknak, és érjük el Szent Korona országa. Visszajött, vagy jogfolytonosságába való tényleg megálmodott hazánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor... Bocsánat, nem kívánok tiszteletlen lenni az úrral, úgyhogy két kérdést engedélyeztem, de akkor a zárszó legyen az öné. Jó, hívjuk így. Gál Mihály vagyok. A Trianon társaságnak a tagja is voltam, és most is az vagyok, de már teljesen tönkrement szinte. Hát igazából Magyarország, mint elhagyott az egyik úrtó, azt hiszem az előadó úrtó, hogy nemzeti kormányban 11 éve. Hát nincs nemzeti kormány. Az Árpád hídat például Göncz Árpádnak nevezik el, az Árpád apákról. Hát milyen országon? Megengedi egy miniszterelnök azt, hogy az Árpád hídat Göncz Árpádról, aki egyáltalán nem volt nemzeti ember, a nevére tényék. Így ismerni meg a fiatalság. A következő után. A Trianon társaságnál, ugye az elnök úr most héten meghalt, már nem ismerem pontosan a nevét már. Ja, az író úr, igen. Hát milyen sok mindent csináltunk annak érdekében, hogy minél erősebb legyen. De egyáltalán nem támogatták. Hát így nem támogatják Magyarországon, egyáltalán nem támogatják a nemzeti kormányt, mert nincs nemzeti kormány, kit támogassak? Hát életemben nem szavazok ilyenre. Nincs, akire rászavaz az ebben egyedül, mint a Mi Hazánk mozgalom, azelőtt meg a Csurkáék pártja. Hát Antal Józsefre lehetett szavazni? Semmi, tessék megnézni, Kárpátaljával mit csinált Antal József? Tudják, hogy milyen egyezményt írt alá. Hát hol van itt nemzeti kormány? Úgyhogy az itt tévedésben rejtsük a fiatalokat, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Nem állítottuk, hanem azt mondtuk, hogy így hívják. Nagy különbség. Én nagyon szépen köszönöm Jelenczky Istvánnak, hogy vállalta ezt az estét is, és főként, hogy elkészítette ezt a grandiózus alkotást, amelyet tehát most október 16-án és 17-én, szombaton és vasárnap 10 órától lehet az Uránia Nemzeti Filmszínházban, tehát délelőtt megtekinteni két-két részt, és így a teljes alkotást, illetve a jelenczky.hu oldalon meg lehet már rendelni ezt DVD formátumban is természetesen. Természetesen lesz lehetőség dedikálásra, beszélgetésre is az Uránia Nemzeti Filmszínházban a bemutatót követően, illetve
természetesen most az eseményt, a mai eseményt követően is. Nagyon szépen köszönöm Popéi Gyula professzor úrnak, igazgató úrnak is, hogy vállalta a mai estét, miként Szabad Egyetemünk lényegében összes előadását, és hogy megszervezte ezt a mai napra. Raffai Ernő tanár úrnak is szépen, köszönjük szépen a derűs gondolatokat. Szomorú témát is képes mindig egy kis derűvel megtölteni, ezt köszönöm neki. Köszönöm az önök részvételét, megjelenését, és ajánlom figyelmükbe a Fekete István Szabad Egyetem további előadásait, hiszen minden hónap közepe tájékán egy csütörtök esti napon itt leszünk. November 11-én Bogár László közgazdász a koronavírus kapcsán kialakuló új világrendről fog előadást tartani globális örvénylések címmel. Decemberben pedig dr. Téglás Imre életvédő, az Alfa Szövetség elnöke, méhében él a nemzet, hazánk egyik legnevesebb, legaktívabb életvédője fog tehát előadást tartani. Kísérjék nyomon tehát a Szabad Egyetemünk működését, és köszönjük szépen a mai megjelenést és kitüntető figyelmüket.